Óriás fajátékok, arcfestés, a Mesterségek utcája, a hagyományos ünnepi Szent Mise, a városi megemlékezés, valamint a sziget közeleg nagyobb halászleve várta augusztus 20-án délelőtt a Szent István napokra látogatókat. A négy napos fesztivál idén is nagy sikernek örvendett, ahol igyekeztek minden korosztályt megszólítani a szervezők. A nyári fesztivál utolsó napján a gyermekprogramok és a városi rendezvények mellett délután ismét a koncerteké volt a főszerep. Az SMS színpadon így Orosz Zoltán és Horváth Kornél Repülők kezek című koncertjével várták az érdeklődőket. Orosz Zoltán és Horváth Kornél 2008-ban határozták el, hogy a különleges hangszer összeállítással közönség elé lépnek. A mosonmagyaróvári közönség előtt sem ismeretlenek, hiszen új évköszöntő koncertet is tartottak már, akkor a Flash központban, ezúttal pedig ismét egy kalandozásra invitálták az érdeklődőket. Spanyol ritmusokat hallottunk, dél-amerikai ritmusokat, és hát ugye születésed helye Bácsomás a délvidék zeneileg nem maradhatott ki. Mindig így van minden koncerten? A koló elhangzik? Igen, a bácsi-halmási kötődés, és hát az a kikerülhetetlen és meghatározó tény, hogy édesapámtól tanultam a legelső hangokat. Még talán 4 évesen voltam, amikor először harmonikázott nekem, ez olyan szintű indítás jelent, és olyan szintű erős indulás itt a zenépályán, amit nem tudok és nem is szeretnék elkerülni és kihagyni. Minden egyes koncerten így zenében olyan napig velem van, és én bízom benne, hogy ez így is marad. A nap különlegessége volt, hogy a helyi tánccsoportok egy flashmobbal készültek a fesztivál utcán, amiben több mint 150 táncos vett részt, köztük az Oké Dance, a Sára Zumba, a Haller Mazsoret, a Royal Kolibri TS-e, az Óvári Gazdász Néptánc Együttes, a Hedonist Crew, valamint a Pulzus TS-e tagjai. A flashmobon a mosonmagyaróvári ütőegyüttes is közreműködött, amit aztán egy táncshow követett a kis színpadon. Az idei nyári fesztivált Szörényi Levente és Bródi János örök klasszikusa, az István a király című rockoperából készült koncertváltozat zárta. A szabadtéri színpadra megálmodott változatban 5 tagú rockzenekar és 6 szólista vett részt, ami az eredeti darab keresztmetszete. Ez a produkció a saját produkció cégemnek a vállalkozása most, ami egy óriási feladat, nagyon nagy lehetőség. Nagyon boldog vagyok, hogy ezt a lehetőséget megkaphattam. Rosta Mária producerasszonytól, aki a magyarországi jogokat, az István a király jogait képviseli, most már több mint 30 éve. Igazándiból szerettem volna az István a királyból egy olyan változatot készíteni. Ugye az én pályám szorosan összefügg a rockoperával. 10 évvel ezelőtt a Társulat című műsorban a címszerepet elnyerhettem, aztán nagyon sokféle változatban játszottam a darabban, és úgy gondoltam, hogy eljött az idő, hogy elkészítsek ebből egy olyan utazó változatot, amellyel bejárhatjuk az egész országot, akár a határon túli városokat is. Az idei Szent István napokat a hagyományokhoz híven természetesen az ünnepi tűzijáték zárta. A 4 napos nyári fesztiválról készült összefoglaló magazinműsorunkat most hétvégén, szombaton és vasárnap televíziónk műsorán is megnézhetik.